Light and Magic Academy-től, és tegnap kaptam egy csomagot. Olcsuk is ki! Alaposan becsomagolták. És a dobozon belül itt van egy egészen helyes másik doboz. Ez azt gondolom, hogy egy apró figyelmesség a Godox-tól, amit nagyon meg fogja könnyíteni a szállítást, úgyhogy hálásak lehetünk érte. Így néz ki belülről, látható, hogy van egy szívzáró zseb, ez mondjuk szülőknek kiváló lehet. Akkor nézzük magát a szerkezetet. Kezdjük az akkumulátorral. Ez egy 2900 mAh lítium-ion aksi, 500 teljes fényerejű villantásra képes vele a vaku, az újratöltési ideje az ilyen 0,1 század másodperc és 2,1 másodperc között van, ami azt gondolom, hogy egészen kiváló. Nézzük magát a szerkezetet. Itt van tehát ez a Vistro AD200-as Godox vaku, be is helyezem a akkumulátort. Pattan, egy kicsit el van dugva a bekapcsoló gomb, elsőre lehet, hogy valaki nehezen találja meg, így tudjuk bekapcsolni, látható, hogy a modellfény már is működik, ez egy elég hasznos specifikáció, ugye meg tudjuk nézni, hogy most éppen Draculát világítok, hogyha az árnyékot figyelem, akkor lehet látni, hogy mondjuk mikor jutok el egy ilyen Rembrandt-szerű világításhoz, félárnyékhoz. Alapvetően nem túl erős, tehát hogy nem fogjuk vele megváltani a világot, videót világítani, azt gondolom, hogy mondjuk kevés lenne, de ez egy eléggé hasznos funkció. Ki is kapcsolom. Így, meg is van is magát a vakut is. Mellékelnek hozzá nyilvánvalóan egy töltőt, ezzel 4 óra alatt lehet teljesen feltölteni a vakukat. Kaptam hozzá ajándékba egy ilyen villanó csővédőt, ez is azt gondolom, hogy egy hasznos figyelmesség. És akkor itt jön az egyik legszuperebb specifikációja ennek a vakunak, ez pedig nem más, mint a csupasz villanó cső. Megpróbálom nem lejteni. Itt van hozzá a fej, ebben belehelyezzük így. Rászorítom és már is rendelkezésre. Na, hát mi értelme van ennek? Gyakorlatilag, hogyha a normál rendszer vakukat nézzük, akkor azokat általában egy ilyen fejjel adják nekünk. Ez szuper, hogyha előre fel akarunk villantani, viszont hogyha stúdióban fényformálót akarunk használni, akkor már is nem annyira szexi a dolog. Úgyhogy ezt most gyorsan be is cserélem. Igen, lepattam. Szuper. És már is fenn van. Nézzük is meg, bekapcsolom, tegyünk egy próbát. Egészen jó, azt mondom. Szóval, a lényege, hogyha berakjuk egy fényformálóba, az ebből kibocsájtott fény, az teljesen be fogja tölteni a fényformálóban lévő teret. Sokkal szebb eredményt fogunk kapni ezzel, mint hogyha ezt a normál lapos fejet használjuk. De hogy ne csak a levegőbe beszéljek, szemléltetésként megmutatom ezt a képet. Két darab 40x180-as streetboxba raktam a vakukat, és jól látható, hogy a bal oldaliban van a villanócsöves, míg a jobb oldaliban a normál fej nem képes kitölteni a softbox alsó és felső harmadát, itt legalább 2 fényérték csökken és szenved el a világítás. Ami fontos a vakuk kapcsán, a gyártó úgy hirdeti, hogy ez egy zseb vaku,
Na most szerintem hordozza a zsebében az, akinek három anyja van. Mégis azt kell mondjam, hogy azért ez messze a szállítható kategória. Mellette mondjuk megmutatom, hogy ez egy normál rendszervakú. Tehát, hogyha a másik fejet rakom fel, akkor gyakorlatilag méretben szinte nincsen különbség. Ez egy 50-es kulcsszámú vakú, ez pedig 200 watt szekundumot tud, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy körülbelül háromszor erősebb, mint a kis pajtása. Mégis azt gondolom, hogy mind a kettőnek helye van egy fotós repertoárjában. Ennek oka a következő. Ezt ugye a fényképezőgépnek a tetejére a vakupapucsba simán tudom csatlakoztatni, ezt nem. Tehát ezt mindenképpen lámpa állvánnyal kell használni. Ha viszont arról van szó, hogy mondjuk egy magas hegyi túrára megyek a hegymászó barátaimmal, ez még simán elfér a táskámban. Egy stúdióval nyilván nem cipelnék magammal, ezt viszont szívesen magammal viszem majd. Mind a két vaku tudja a TTL-t. A TTL az a Full Dance-nek a rövidítése. Nagyjából azt jelenti, hogy amikor villantok, vagy amikor exponálok, akkor csinál egy elővillantást, és a lencsén keresztül a fényképezőgép megméri, hogy ennek a villantásnak mekkora volt az erőssége, és gyakorlatilag így módon tudja szabályozni a vakunak a fényereit. Ami egy szuper dolog a Godox-nál, hogy beépített X1-es vevőegység van benne, ez a Godox-nak a saját rendszere, és azt tudja, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy Canon-t, Nikon, Sony-t, Olympus, Panasonic-ot vagy Fuji-t használsz, képes lesz erre a fajta TTL-es jelátvitelre, csak a jeladót kell kicserélni, tehát a Sony-s rendszerhez a Sony-s jeladó kell, a Nikon-os az a Nikon-os, és így tovább, de maga a vakku az ugyanaz. Régen azért ez nem pont így működött, tehát ha vettél egy Nikon-os rendszerre vakut, akkor a Nikon-nal nyilván tudta a TTL-t, manuálba ki lehetett tolni, tehát hogy egy középérintkező az alkalmas volt erre, de azért azt gondolom, hogy mégiscsak egy felhasználó barátabb megoldás az, hogy nem kell a vakku szettet gyakorlatilag cserélgetni. Végre egy gyártó, aki megvilágosodott. Vegyük kicsit közelebbről is szemügyre magát a vakut. Ugye az alján található egy szabványos állványbemenet. Itt van egy mikro USB port. Közben véletlenül be is kapcsoltam, ez a kibekapcsoló gomb. Ezt elsőre egyébként én nem találtam meg azért olyan könnyen, de végül is csak meg lett. Szintén egy állványbemenet. Ezen az oldalt vannak a Wi-Fi port, 3,5-es szinkronkábelnek a csatlakozója. Kikapcsolom és akkor megmutatom a akkumulátornak a kivételét is. Tehát ez a 2900 mAh-s aksi. Visszateszem. Hogyha ezt lehúzom, akkor a állványfejet ilyen egyszerűen egy mozdulattal gyakorlatilag felfelé megtolva tudom kioldani, és ugyanúgy vissza is pattant. Jó, kapcsoljuk be a vakut, és akkor nézzük, hogy pontosan mit is tud. Most ugye teljesen manuál módban van, ahogy látható 1/128 és a teljes fényerő között egyharmados lépésenként lehet léptetni. Ami nekem ugye nagyon tetszik, hogy a lítium aksinak, itt van ez a kis pici visszajelzője, mindig pontosan tudhatom ebből, vagy hát legalábbis hozzávetőlegesen, hogy mennyi energia van még a vakuban. Hogyha a gombokat veszem sorra, kezdjük a módváltóval. Ugye ebben az esetben a manuálist és a multit, tehát a stroboszkóp módot mutatja. Hogyha ezt a gombot hosszan nyomom, 2 másodpercig, akkor látható, hogy bekapcsolja a rádió irányítást. Innentől kezdve a többi gomb is egy picit értelmet nyer, gondolok itt különösen erre, ahol gyakorlatilag A, B, C, D és E csoportba tudjuk rendezni a vakukat. Ha viszont hosszan nyomva tartom, akkor látható, hogy elkezd ez villogni, tehát ez gyakorlatilag pedig a csatornákat mutatja. Összesen, hogyha megnézzük, akkor 30 féle különböző csatornára tudjuk rakni. Nyilván ezt össze kell hangolni a kioldóval. Én ezt most... nem, 32 csatorna, bocsánat. Egyesen hagyom.
Jó, nézzük a módot. Ugye nyilván akkor, amikor rádiós távirányítás módban van, akkor a TTL vakuzás is elérhetővé válik, a manuális az azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, és akkor itt van ez a multi, ami egy elég érdekes. A maga a használati utasítás az egy táblázatban pontosan részletezi, hogy hogyan lehet a stroboszkóp módot használni. Én azért mutatnék egy példát rá, megnyomjuk egyszer a SED gombot, és innentől kezdve be tudom állítani, hogy magának a villanásnak mi legyen a frekvenciája. Ugye ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt hányat fog villanni a vaku. Nyilván minél nagyobb a teljesítmény egy sorozatban, annál kevesebbet tud villanni. De mondjuk 1 per 128-nál fogom ezt megmutatni. Mondjuk tegyük fel, hogy másodpercenként 4 villanást szeretnék. Beállítom azt, hogy összesen 12-t villanjon, és ezzel gyakorlatilag, hát ugye könnyen kiszámolható, hogy 3 másodperces záridőt fogok tudni használni. És ezt így szépen levillogja. Egyébként akár mondjuk ezt a módot látható volt, hogy visszaszabályozta, mondjuk egy 1 per 16-os fényerősségnél, jóval nagyobbakat villan. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, sosem használtam még stroboszkóp módot, úgyhogy a kreatív felhasználása az kifejezetten izgat engem, fogok tenni ezzel egy próbát. Na, lássuk, hogy mik vannak még. Ugye a módozatokat, azokat megbeszéltük. A modellámpa. Ki és bekapcsoló. Hát nyilván ez kevésbé erős, mint hogyha a dupla fejre rárakjuk. Ezzel a gombnak a hosszú nyomvatartásával pedig be tudjuk kapcsolni a High Speed Synchront HSS módot. Most kikapcsolom, és akkor vegyük még át a funkció gombot. Ugye az egyes funkció ez gyakorlatilag az, hogy csipogjon-e vagy sem. A set gombbal tudok egyébként belemenni és átállítani. Egyes funkció, kettes funkció. Ugye tudja a Slave 1, Slave 2 módot. A Slave 1 az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha érzékeli, hogy egy másik vaku elvillan mellette, akkor ő is el fog villanni. A Slave 2-t azt pedig úgy tudjuk használni, ha mondjuk belemegyek, és azt mondom, hogy S2 módban legyen. Amikor mondjuk egy vaku, a mestervaku az TTL-ben, ugye csinál egy elővillantást, akkor az az S1-et is elsütné. Ez nem biztos, hogy jó nekünk, mert ugye akkor ez a vaku nem fog szerepelni az expozícióban, és ezért érdemes S2-re állítani, hogyha a fővakunk vagy a mestervakunk az TTL-ben van és elővillantást csinál. Ez a 30 perc, ez gyakorlatilag az, hogy mikor menjen le alvó módba a vaku, alapból 30 percre van állítva, de ezt lehet 60 és 90 percre állítani, vagy ki is lehet kapcsolni. Én most kikapcsolom. Négyes funkció, ez késleltetés, ez még egy jó pofa dolog, de onnantól kezdve, hogy exponáltunk, gyakorlatilag az első 10 másodpercig 1/100 másodpercenként tudjuk állítani, utána már 200 másodpercenként, aztán utána 10 másodpercenként jön a késleltetés, és 5 másodperc fölött pedig 2/10-es jegyeket ugrál, egészen a maximumig, amikor már fél másodpercet ugrik a számláló, de akár 30 másodperces késleltetés is beállítható a vakunak. Következő mód, ezek maszkolási módok. A kézikönyv ezt egyébként érdekes módon nem részletezi. Stúdió használatkor segíthet abban, hogy mondjuk a fő témánkat ki tudjuk maszkolni. Tehát ez erre szolgál. És akkor itt van még egy nagyon-nagyon jó pofa módozat, ami elég nagy jó felség a Godox-tól. Ez pedig a T0.1-es időnek a kijelzése. Mindjárt be is kapcsolom. Akció és sportfotósokat fogja elsősorban segíteni. Jó, ez megvan. Nézzük a módot. Manuális módban működik, és azt mutatja, hogy a vaku a teljesítményének hát közel 90%-át mennyi idő alatt fogja leadni.
Tehát, hogyha azt veszem, hogy mondjuk 1/1-be villantok vele, azaz teljes fényerővel, akkor gyakorlatilag 1/220 másodpercig fog tartani a villantás. Mondjuk egy 1/4 fényerejű villantásnál már 1/1818 lesz a villanási idő, és látható, hogy ez gyakorlatilag minden egyes teljesítményhez kijelzi, 1/64-nél a másodperc 10.000 része alatt fogja leadni a vakol teljesítményét, tehát hogy ezzel gyönyörűen ki lehet merevíteni a mozgást. Persze, amennyiben az 1/64 erő az elég ahhoz, hogy ténylegesen bevilágítsa a témát. Körülbelül ez lett volna a menürendszer, azt gondolom, hogy mindent elmondtam róla. Úgyhogy ki is kapcsolom. Még két dolgot meg szeretnék nektek mutatni. Az egyik pedig ez a Godox Multi rendszervakú tartó. Én ugye eredetileg ezt használtam arra a célra, hogy a rendszervakúmat, mint amilyen mondjuk ezt is, ebbe fogtam bele és tettem az állányra. Gyakorlatilag látható, hogy itt van ennek egy ilyen szorító része, ezt megszorítom és ez tök szépen tartja. Tehát nem ezt az állványmenetet használtam, amit gyakorlatilag mellékelnek a vakúhoz, hanem belefogtam ebbe a Godox-féle tartóba, és így módon egészen jól tudtam állítani a szöget, mert gyakorlatilag én ezt használtam állványjal, amikor a rendszervakumot kellett használni, illetve nagyon jó arra is, hogy nyilván innentől kezdve ezeket a fajta kisvakukat Bowens bajonettes fényformálókkal lehet használni, amit egyébként, ahogy említettem, nem annyira javaslok, mert a fénye ennek a lapos vakufejnek nem tölti ki úgy a fényformálót, mint egy ilyen, de akár egy ernyővel például simán lehet használni. Beauty Dish-nél jó nagy ilyen 80x40-es vagy 120x40-es streetboxoknál ez a fény, ez kevés lesz. Ezt azért akartam megmutatni, mert fórumokon említették, hogy hát valószínűleg a Godox ezt a fajta multirendszervakú tartót, ezt az AD200-hoz méretezte, és hogy mégis ennek ellenére picit nehezen megy bele. Na most, hogyha teljesen kitekerjük, ahogy itt látható, akkor én azért ezt bele próbáltam. Relatíve könnyen bele lehet csúsztatni, tehát hogy valóban anélkül, hogy megszorítanám, így sem kotyog, tehát hogy kiesni nem fog belőle, de bele tudjuk rakni az AD200-at könnyedén. Tehát, hogyha egy ilyen vakunk van, akkor ezt mindenképpen javaslom, ezt a fajta kiegészítőt, mert szuper hozzá. Okay. Viszont, amit mindenképpen javaslok, és én nem véletlen választottam így ezt a szettet, az pedig ez az AD-B2 nevezetű dupla vakú foglalat. Mutatom is, hogy néz ki. Tehát, ez lenne az. Miről szól ez az egész történet? Gyakorlatilag ennek a segítségével két darab AD200-ast tudok egy foglalatba tenni. Én mutatom, fel van számozva, hogy 1-es, 2-es, egy 6 kattanás, nézzük a másikat. Na, ez is remélhetőre bepattan. Bocsássátok meg a tapasztalatlanságomat, de hát ugye most nyitottam ki ezeket, úgyhogy még nagy rutinom nem lehet a dologban. Így be is kattan. Hát az azért összességében elmondható, hogy ez így már kitesz súlyra is, méretre is egy stúdió vakut. Viszont mindjárt behelyezem. Két darab,
200 watt szekundumos vakumból csináltunk egy darab 400 watt szekundumos vakut, és most csak az egyiket villantottam el. Nyilván, amikor kioldóval dolgozunk, akkor az mind a kettőt el fogja villantani. És ami még egy szuper dolog bennem, ugye mutattam, hogy ez a vakku ez képes modellfényre, ezzel a fejjel van benne két darab LED sor, viszont ilyen módon, ha akarjuk használni, mindjárt bekapcsolom mind a kettőt, akkor látható, hogy most az egyik vakué, még egy fokozat, és még egy fokozat. Tehát, hogy összesen három fokozatban tudom felkapcsolni, és azért, hogyha ez nézzétek, hogy előzőleg milyen fénye volt, akkor látható, hogy azért ez elég masszív modellámpa fényt tud adni, és így tökéletesen be tudjuk állítani a modellt, hogy az árnyékova essen, tudunk kis falat világítani, tehát hogy ez egy szuper kiegészítő. Ennek a fénye azért elég masszív már, tehát hogy ez biztos, hogy jól tudjuk használni a stúdióban. Ugye ezáltal gyakorlatilag a két AD200-as vakuval össze tudok rakni külső helyszínen egy kétvilágításos setupot, és hogyha mondjuk olyan körülmények között fotózom, ahol 200 watt szekundum kevés lenne, vagy mondjuk ki akarom használni a HSS funkciót, akkor azért jól fog jönni az, hogy 400 watt szekundum. Klasszikus példa lehet arra, én azt gondolom, hogy a verőfényes napot ez sem fogja túlvilágítani, tehát hogy mondjuk azért ilyesmire én magam nem számítok, le fogom majd tesztelni. De arra mindenképpen, hogy mondjuk, hogyha a háttérben egy levenyű nap van, ez egy főfénynek kiváló lesz, és akkor gyakorlatilag a napot fogom tudni használni, hogy élfényt rajzoljon a modell haja köré. Egy és két világítási setup azt szerintem a fotózásra szükséges szituációk 90%-át le lehet fedni. Három lámpára valószínűleg akkor van szükség, amikor az ember már megtanult egy vagy két lámpával jól világítani. Így ez azért árban közel az AD600-as vagy AB600-as nagy tesónak az ára környékén van, de maga ez a kiegészítő, tehát hogyha megteheted, hogy ne egy vakut vásárolj az AD200-ból, hanem kettőt, akkor én ezt mindenképpen javaslom, mert a hazai forgalmazónál is ilyen 20.000 forint környék körüli áron tudod megvenni. Nagyon-nagyon praktikus, jó kiegészítő. Úgyhogy én ezt nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. Végezetül a termékekhez a linket megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, hogy minél több emberhez eljuthasson. Iratkozz fel a Light & Magic Academy YouTube csatornára, így módon biztosan nem fogsz lemaradni a későbbi világítás technikai tippekről, retusálási módszerekről, fotós élménytúra beszámolókról, és mindenről, ami a fotográfiával kapcsolatos. Addig is minden jót, sziasztok!